Külön szeretettel köszöntöm azokat az előadókat, akik részt vettek a legfőbb példon Nagy István, és itt is jelen vannak. És szeretnék egy gyors összefoglalót mondani arról, hogy mi is történt ebben a szekcióban, és nem titkoltan szeretném, hogyha legközelebb, bár most sem panaszkodhatok, hogy még többen jönnek a szekcióra, ez egy része arról, hogy összefoglalónak, hogy miért lenne érdemes legközelebb eljönni, és miért is fontos az informatika. Természetesen gyorsan összefoglalom, hogy miről volt szó. Ehhez egyébként hoztam demonstrációs eszközöket, amiket majd később véletlenszerűen elő fogok kapni. Tehát van itt nálam egy ilyen tablet, van nálam egy telefon, ami egyébként már 2 éves, úgyhogy nem menő. És a laptop az már annyira volt, hogy ott is hagytam az asztalon, mert nem kért ide. És akkor ezekről majd néha így volt ejteni. Na, hát jelentem, hogy szabadságharc és fülkeforradalom mellett folyamatosan egy informatikai forradalom is zajlik. És azt gondolom, hogy ennek a jelentősége legalább akkor, mint az első kettői, nem csak Magyarországon, hanem egész világban. Mi hajtja ezt az informatikai forradalmat? Talán sokan ismerik, és már én is elég sokszor beszéltem a Moore törvényről, egyébként ez a Moore nevű emberke magyar származású volt, természetesen mindenki kitalál a világon. És ugye ő gyakorlatilag egy olyan törvényt alkotott meg, ami azt mondja, hogy nagyon gyorsan nő az informatika teljesítménye, a 1 méter centiméter első tranzisztor számára alkotta meg ezt a törvényt, amit itt látunk át, egyébként arról szól, hogy mekkora számítási kapacitás lehet venni $1, és senkit ne tévesszen meg ez az ábra, mert ez egy logaritmikus ábra, csak nem fér volna rá ugye az ábrára a növekedés, mert ez egy ilyen égbe szökő rakéta, gyakorlatilag az a növekedés folyik, és Fejér Péter barátomtól kapott hasonlattal, hogyha így növekedett volna a repülés, ahogy az informatika fejlődött, akkor lehet látni, hogy 1972-ben $900 került egy New York-London út, és ez 7 órát lett igénybe. Tehát ha ilyen sebességgel fejlődött van a repülés, akkor ma ez 5 cent és 1 másodpercben. Tehát hihetetlen az a fejlődés, amit az informatika produkál. És nem azért beszélek erről, mert ez érdekes, hanem azért, mert ennek gazdasági hatása van. És ugye ez egy közgazdász vándorgyűlés, tehát hogyha megnézzük, hogy a világ legértékesebb vállalatai mivel foglalkoznak, itt egyébként 2012-es első és második negyedéves adatot látszák, hogy az első negyedében az első 5-3 informatikával foglalkozó céget találunk, mellesleg az ágyban is ott van, csak úgy zárójelben megjegyzem. És hogyha megnézzük, hogy ezeknek a cégeknek mekkora az értéke, tehát itt ugye $1 milliárdról beszélünk, $100 milliárdról beszélünk értékben, akkor majd erről mutatok egy összehasonlítást, lehet titeket tenni, meg a magyar GDP-hez képest egyébként cégnek az értékekből van. Még egy apróság, ugye egy másik összehasonlításban a világ legértékesebb márka, egyébként a közép és az internetes összehasonlítás tartom legautentikusabbnak, ahogy az ágyam a másik helyen áll. De teljesen mindenesetre megjelenjük, azt látjuk, hogy a legértékesebb márkák között bárki is vizsgálja, ugye elég sok informatikai cég szerepel. És hát vissza itt az előző kérdéshez, ugye itt egy rangsor látható, nominális GDP, hogy a mennyit ér, mekkora a GDP-t állít elő egy-egy ország, ugye Magyarország ebben a szempontban a 2010-es, az a 12-es nem lenne egy előrejelzést. Nem lenne egy nagyon adat, de lehet, hogy nem lenne jobb, mint amit itt látunk. Tehát ugye 2012-ben ez olyan 130 milliárd dollár körül volt, hogyha visszaemlékszünk, az ekkori érték az 550 milliárd dollár. Tehát gyakorlatilag 4 évig, vagy közel 5 évig Magyarország teljes GDP-t el kéne költeni azért, hogy ezt a céget megvásároljuk. És mondjuk, hogy valaki csak az IBM-et akarná megvenni, hát akkor is több mint 2 éves GDP-t Magyarországnak kellene erre elkölteni. Miért mondom egy külpolgárt vándorlásnak? Azért, mert ez nem érdekesség, meg játék, hogy rajta ezek a kütyük, hanem ez igen kemény gazdasági erő, amiről itt beszélünk. Na, és akkor ugye rátérnék arra, hogy miről is volt szó az informatika szekcióban. Néhány ilyen kupacba, gombolcba raktuk azt, hogy miről beszélgetünk,
és az első és a legnagyobb eleme ennek a beszélgetésnek, az az okos energetika, okos körművek, intelligens hálózatok kategóriában zajlott, és itt hát több nagyon érdekes előadás hangzott el, hogyha mondjuk beszámítsuk a bevezetőt, amikor tartottam, akkor is volt három nagyon érdekes előadás, és ezeket próbálom itt összefoglalni. Az első Friedler Ferenc a Pannon Egyetem rektora tartott, aki nem mellesleg Pécsi díjas matematikus, és nagyon komoly eredményeket ért, hogy a színvonalon is ilyen eredményeket az operációkutatás területén. És amiről ő beszélt, az az volt, hogy gyakorlatilag a fenntarthatóság és a profit maximum való törekvésnek hát valami egyensúlyát meg kell találnunk, és matematikai módszerek is vannak. Borzasztó érdekes volt az előadás, és hát mellettevágó is. A fenntarthatóságról csak annyit, hogy maga az Egyesült Államok, tehát ugye ez nem a Föld, az Egyesült Államok több mint 4,5-szer akkora természeti erőforrást használt fel, mint ami fenntartható módon történne. 4,5-szer többet, mint az egész Földnek van, tehát nem a saját területéhez képest, hanem a teljes Föld erőforrásainak a 4,5-szer több mértékben használja fel, mint ami a saját tehát nem fenntartható lenne, mert az ökológiai plázma. És hát ehhez képest ugye van egy olyan modellünk, gazdasági modellünk, ami a profit maximalizálásra törekszik, és amiről ugye a professzorunk beszélt, az az, hogy vannak olyan matematikai módszerek, amivel nem egy értékre, tehát például profitra, hanem profitra és a fenntarthatóságra is lehet optimalizálni bizonyos rendszereket, ami igen érdekes eredményeket adott, és gyakorlatilag azt mutatta, hogy nem sokkal rosszabb a profit és a fenntarthatóságra maximális rendszernek a profit maximum, nem sokkal rosszabb, mintha csak profitra maximalizálnánk. Ellenkézben viszont, hogyha a profitra maximalizálunk, akkor az nagyon-nagyon rossz lesz a környezetnek, és azt is megmutatta matematikai eszközben segítségével, hogy ha nagy rendszereket tudunk optimalizálni, tehát hogyha nem csak egy gyárat optimalizálunk, hanem egy ellátási láncot, vagy nem egy közlekedési vállalatot, hanem egy várost, és így tovább, akkor olyan tartalékokat tudunk ebben a rendszerben találni, aminek a segítségével a feszültségben és fenntarthatóban és miért hangzott ez egy informatika szekcióban? Hát azért, mert mindenhez viszont óriási számítási kapacitásra van szükség, tehát ezeket a megoldásokat, ezeket csak is a számításnak a lehetőségével, eszközeivel lehet elérni. És hát egy olyan terület, ahol mind a környezetnek jót tesz, mind pedig magasabb profitot, vagy alacsonyabb költséget lehet elérni, ez az úgynevezett smart grid, erről néhány mondatot szeretnék mondani, tehát ez az okos elektromos hálózatok, amiről kiválasztások hangzottak el, és ennek egy része, ennek a koncepciónak egy része az okos mérés, amiről külön nagyon komoly előadás szólt a szekcióban. Na, hogyha megengedik itt ilyen nagyon nem megyek vele, de azért két-három mondatot szeretnék arról szólni, hogy mi is ez a smart grid, meg mi a jövőt elektromos hálózata. Tehát ugye két szempontból lehet ezt nézni, az egyik a fogyasztók szempontjából, a másik pedig közművek szempontjából. Ugye a fogyasztók szempontjából kezdjük alulról, vannak emberek, akiket érdekel az, hogy fenntartható legyen a környezetünk, tehát megjelenik a zöld energia igény, hogy ilyen energiát szeretnék használni, másrészt pedig megjelenik az az igény, hogy decentralizáltan a fogyasztó szeretne elektromos áramot előállítani. Itt az előadásokban elhangzott, hogy ez abszolút nem jelentéktelen dolog, mert Németországban 20-30% körül van már a megújuló energiának az aránya, Magyarországon is 6% körül van, ami egyrészt nagyon jó, másrészt viszont óriási kihívás, mert ez a 6% is azokat szemben, akik szabályozni akarják az elektromos hálózatot. És ugye a másik ilyen elem, ami összefügg azzal a nagyon érdekes előadással, ami az okos mérés témában megjelent, az az, hogy az okos mérők segítségével a fogyasztási szokásokat próbáljuk befolyásolni, illetve gyakorlatilag Magyarországon egy nagy kísérlet zajlik jelenleg az állam szolgáltatók együttműködésével, ahol azt mérik, és erről szólt ugye Nagy Istvánnak a ezért Démán képviselőnek az előadása, hogy okos mérő segítségével hogyan tudjuk befolyásolni, és változó tarifákkal, tehát amikor ugye sok az állam, akkor olcsóbb lesz, amikor meg kevés, akkor drágább lesz, tehát ilyen változó tarifákkal, hogyan tudjuk befolyásolni.
fogyasztási szokásokat, ami ezért egyszer azért érdekes, hogy általában egy kösebb állunk fogyasztunk, de másik érdekes dolog, hogy nagyon fontos a fenntarthatóság szempontjából minél egyenletesebben fogyasztjuk az áramot. Tehát az is jó, hogy olyan áramot fogyasztunk, tehát nem ilyen hullámokban, hanem egyenletesen. Tehát például akkor kapcsoljuk a szállítógépet, a mosógépet, amikor erre kapacitás van. És hát a közművek szempontjából pedig gyakorlatilag megbízható közműveket lehet igényelni. Másik szempontból pedig a fogyasztóigényeket jobban elő lehet jelenteni, hogyha egy magas mérés van. És nagyon gyorsan még itt ugye a hagyományos mosókban a jelenlegi hálózat, meg az okos hálózat különbségeit foglalkozik ezt az ábra. Tehát ugye a hagyományos hálózatban alapvetően nagy erőművekben állítják el az energiát, és egy irányban elosztják a fogyasztók felé, és a fogyasztó mondjuk kap havonta egy számlát, ami printelt információban. Egy okos hálózatban decentralizált energiatermelés is folyik, tehát a lakosok, a fogyasztók akár elektromos áramtermelést is tudnak végezni a saját otthonukban, napelemeket, és stb. A kerékpározás is előkerül, de szerint a tanultabb mérnökök elmagyaráztak, hogy nem fogunk sok energiát, amit egy kicsit idővel elő tudunk elítani. És oda-vissza irányom információ áram folyik, tehát ugye mennyi demonstráció következik egy ilyen kis tableten, egy ilyen kis telefonon, bármikor meg tudom nézni, hogy éppen mennyit fogyasztok, de ez ugye még nem segít, hanem kibe tudom kapcsolni a eszközeimet, sőt, ugye be tudom programozni egy ilyen telefon segítségével, hogy mikor hogyan kapcsolódjon be mondjuk a mosószállító gépem, és ez már befolyásolja a fogyasztás, és nagymértékben sokan szereplőnél az egészen más elosztás jelent, és aztán megnyit az energiatárolás is egy ilyen okos hálózatban egyrészt energiatároló eszközök segítségét, erőművek, tároló formájában, illetve az elektromos járművek formájában. És hogy átkössek a következő területre, ugye egy felhívás is történik, mert attól, hogy mérünk, még nem fog feltétlenül a fogyasztói magatartás megváltozni. Tehát itt van egy felhívás arra, hogy videókat lehet készíteni, egy perces kis videókat a okos energiafogyasztás népszerűsítésére. És akkor következik a következő példa, ami egy kicsit más téma. Szűcs László arról beszélt, hogy hát igen, megint egy forradalom zajlik, egy olyan forradalom zajlik, amelynek során megváltoznak a sport nézési szokásaink. Tehát ez volt az első foci edzés, és ez volt az első foci olimpia, ahol már nem feltétlenül tévéképernyőn keresztül nézzük a közvetítéseket, hanem meg tudtuk nézni olyan képernyőn is, tehát egy laptopon, meg tudtuk nézni ilyen képernyőn is, meg tudtuk nézni ilyen képernyőn is, és ráadásul egy csomó információt tudtunk elszerezni, tehát az itt jelenlévő, hogy elmondtam az előadásban a fiam, például ugye a foci elvét úgy nézte, hogy voltak nézte a tévét, és mehettek egy nézte a tabletjét, és az összes információt egy párhuzamosan össze tudta ezzel kapcsolatot tenni. És hát borzott érdekes előadást tartott László arról, hogy milyen technikai háttere van, tehát nem gondolunk bele, de hát ugye nem pont olyan a képernyője egy telefonnak, tabletnek, vagy egy számítógépnek, rengeteg érdekesség van azzal kapcsolatban, hogy ezt technikailag hogyan lehet megoldani. És hát azt mondom, hogy egyébként büszkék lehetünk rá, mert ő volt az egyik olyan kolléga, aki ezeknek az új sportközvetítéseknek a hátterében volt, és világviszonylagos innovatív megoldások születik az olimpia közvetítése, meg a focielvé közvetítése kapcsán. Aztán megint nagyon érdekes téma következő, hogy a két előadó is beszélt arról, hogy a digitális világban hogyan lehet információt szerezni abból a rengeteg adatból, ami körülvesz bennünket. Ugye megjelent a Magyar Rendőrség Robot Zsarin nevű rendszerének is egy kis bemutatója, tehát egy boldog érdekes videó arról, hogy hogyan tudnak elvakni egy kábítószer csempét, gyakorlatilag kizárólag adatbányászati módszerekkel, Montának nevű cégnek a szoftverét mutatta be vadásztán, és ennek az eszköznek a segítségével hát nem tudott, hogy lehet elkapni egy gyomorzsák nevű bűnözőt, ugye Egerben azt gondolom, hogy talált ez a megoldás. Gábor András pedig szintén hasonló eszközökről beszélt, ő pedig azt mutatta meg, hogy a
közvéleményt, hogyan lehet mérni az interneten keresztül, közösszörnek is dolog, és mondjuk akár egy nemzeti konzultációt, hogyan lehetne úgy megoldani internetes eszközökkel, hogy a véleményt vizuálisan is lássuk, és a véleményt a változását is hogyan lássuk vizuális formában. És hát végül, ugye miért nem szeretik az informatikát, kérdeztenek tőlünk Fehér Péter, és hát én úgy gondoltam, hogy ilyen nincs, mert mindenki szereti az informatikát, de hát azt történt, hogy egy csigán, amikor beszólt mellettem, hogy akkor éppen arról volt, hogy nem lehetünk el az új megoldások kapcsán, hogy hú, és ugye vagy az informatikusok, hogy eltüntetik ezeket a munkahelyeket. Hát ez egy olyan dolog, amiről most nem tudok beszélni, mert már római birodalomban is ugye eltűnt egy munkahelyek, aztán tiltuk kellett adni az embereknek, mert Markosban. Tehát ez nem egy új kérdés, és hát azon, hogy az informatikó munkahelyeket is teremt, nem csak megszűnt ez a gazdasági fejlődés. De hát a Péter arról beszélt, hogy nem szeretik az informatikusokat, mert gyakorlatilag van három dolog, az, hogy valamit gyorsan akarunk megoldani, jól és olcsón. Az informatikus kérdés a kettőt tudnak mindig megcsinálni, és a harmadik az mindig hiányzik. És arról volt nagyon jó kis gyakorlati előadás, hogy egy-egy vállalatnál hogyan alakul egy ki, szinte törvényszerűen egy hatalmas informatikai káosz, hogy az üzleti igényekre épülve, aztán amikor ez már elég nagy káosz, akkor hogyan próbálják ezt rendbe rakni nagyon tudományos módszerekkel. Az ábrán egyébként egy fraktál ábrán volt, és csak azért, hogy ilyen lehetett reklámokat helyezek el, mert az egyik ágyényes matematikus felőszetet a raktárokat, és azok az ábrák, amiket a Péter mutatott, azok nagyon hát hasonlítottak ezekre a raktárok, és éppen azt átterdődtek olyan kapcsolódnak, mint itt van, mint a jelentőségemes, és ez olyan kaotikus volt, mint amit én lehet látni. És hát körülbelül ennyi lett volna, amit szerettem volna mondani. Összefoglalásként, hogy megint egy kis önfényezés legyen, egy ingyenes alkalmazásra szeretném felhívni a figyelmet, természetesen nagyon célon, el tudnám indítani, mert ezt a kérdésről sem. Akkor meg is tudom mutatni, tehát van egy ingyenesen letölthető ilyen tablet alkalmazás, ami arról szól, hogy ezek a nagy felfedezések, informatikában és máshol, hogyan jönnek létre, és egy kis inspiráló prezentáció, és akkor az a logikája, hogy hogyan tudjuk megfigyelni a világot az ősportoló napjainkig. Ugye például, csak mondjak meg egy ilyen hárgyémes példát, nemrégen készült olyan fénykép, ahol az atomok közötti kapcsolatok típusait tudták fényképezni hárgyémes kutatók. Tehát például ez egy jó példa, hogy hogyan lehet megfigyelni a világot. Ugye a következő, hogy hogyan lehet feltérképezni a világot, tehát a megfigyelésünket valamilyen rendszerezett megjelenítésre tesszük, ennek segítséggel hogyan értsük meg a jelenségeket, és hát itt egyébként a belief, tehát a hit szó szerepelt ebben a prezentációban, ezt nem mertem mondani, és itt a belief szó készen ide, tehát hogy ennek kapcsán lesz egy bizony, hogy hogyan szeretnénk látni a világot, ugye mi az a jövőkép, amit akarunk kapni, és hát végül hogyan avatkozunk be, tehát mit tudunk csinálni ennek érdekében, erről vannak ilyen inspiráló videó, tehát nem egy eszemlőnök, hanem ez egy ilyen kis inspiráló alkalmazás, és hát tulajdonképpen mindenről szól, amiről eddig beszéltem, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek a szíves figyelmét, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.